Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Shambhala Központban. Ahogy ez már szokásos, kezdjük a dharma beszédet egy mantrával. Ez az Om Nam mantra, amely az univerzum a maga tisztaságában. Ezt mondjuk el 7-szer, közösen. Köszönöm szépen! A mai előadás címe Létezésünk ikertornyai. És ma, szeptember 11-én joggal teszitek fel a kérdést, hogy ugyan már zen szemszögből milyen ikertornyokról is lehet szó. Szeretnék ezért felolvasni egy koant, amely megkönnyíti ezen ikertornyoknak a meglátását. Szongám mester. Szongám zenmester minden nap megszólította és megválaszolta önmagát. Mester, mester! Igen, igen! Legyen a tudatod mindig tiszta! Igen, igen! Ne hagyd, hogy megtévesszenek senki, sehol, semmikor! Igen, igen! Két tudat, egy mester. Melyik az igazi mester? Tehát ma, szeptember 11-én, 2017-ben az a kérdés, hogy hányféle tudatunk van. Pusztán jóra és rosszra vagyunk bontva, egyik toronyra és másik toronyra belül, vagy pedig vannak még aprócska tornyocskáink. Általában egészen a manikeizmustól napjainkig rendkívül egyszerű a lélek működése, jóra és rosszra, énre és másra osztja a világot. Miért tesszük ezt? Miért alakul ki bennünk ez a képzet? És akármit teszünk, ezek a képzetek újra alakulnak, még akkor is, hogyha egy időre el tudjuk őket simítani, meg tudjuk őket szüntetni, de újra keletkeznek, és az én képpel együtt úgy tűnik folyamatosan üzemelnek és működnek. Mi a jó? Mit tartunk jónak? Mi az, ami ma jó, és holnap már nem az? Ma még rossz, de holnap már jó lehet. Ahhoz, hogy ezt a folyamatos hullámzást és változást megfelelően lássuk, meg kéne látni azt, hogy honnan keletkezik a jó és a rossz. A 6. pátriárka ezt a kérdést tette föl, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Tehát milyen föld az, milyen sziget az, amiből a két torony még nem nőtt ki, vagy már nincs rajta. Milyen tudatforma az, amely csak tisztán lát, tisztán hall, tisztán érez, tisztán gondolkodik, tisztán beszél, cselekszik, de nem bontja a világot jóra és rosszra. Ez szokatlan, ismeretlen, és nagyrészt elképzelhetetlen számunkra. A bennünk lévő tiszta tudat, az a buddha természet, amely a megvilágosodásra képes, amely eredetileg születésen és halálon túl van, az az a talaj, amelyből a jó és a rossz ki tud sarjadni, hogyha mást nem vetünk bele.
Nézd meg, mit tartunk jónak. Elkerülhetetlenül önközpontúak vagyunk, és ami nekem jó, az mindenképpen jó. Ami nekem rossz, az biztos, hogy rossz. A jót és a rosszat ugyanolyan kritériumok szerint szeretjük elbírálni. Így érezzük ezt következetesnek. Van három nagy ösztöncsoportunk, a túlélés, a birtoklás és a kreativitás per szaporodás. Amely ezen három ösztöncsoportot táplálja és támogatja, azt nevezzük jónak. Amely ezen három ösztöncsoportot sérti vagy lerombolja, ezt nevezzük rossznak. Tehát azért, hogy ezen a földön mi, mint egyén, család, csoport és emberiség létezzünk, ahhoz szaporodni kell, tehát teremteni kell, megtartani kell, tehát birtokolni kell, és túlélni kell, lebontani másokat, hogy mi magunk megmaradjunk. És az a paradox helyzet állt elő, különösen az ezredforduló után, hogy ezen ösztönök túl jól működnek az emberiség esetében. Túlszaporodtunk, túl sokat birtoklunk, és túl sok más fajt szüntetünk meg, beleértve a természeti környezetünket, a saját túlélésünkért. Hát ezek az ösztönök, amik nagyon jónak tűnnek, ezek rövid, közép és hosszú távon is hatalmas bajokat és problémákat okoznak, azért, mert túl jól csináljuk őket. Túl sokan lettünk, túl sok birtok tárgyunk van, és túl jó a túlélési taktikánk, tehát mi vagyunk a legerősebb ragadozó ezen a bolygón, még erősebb kifejezéssel úgy viselkedünk, mint egy rákos sejtenyészet, amely nem tudja, hogy hol állítsa meg magát. Elveszett az a génkód, hogy hol van az elég. És exponenciálisan szaporodunk, növeljük a mennyiségünket, és nincs meg az a minőség, amivel a mennyiségi szaporulatot rendezni, szervezni és rendben tartani lehetne. Ekkor a két torony, a jó és a rossz tornya ellentétben áll egymással. És ez az ellentétet úgy tűnik, csak a szenvedés útján tudjuk ideig, óráig feloldani. A 20. század nagyon jó példa erre. Az identitások, nemzeti identitások, kulturális és egyéb felfogások és azonosulások a 20. században Európában csattantak a legnagyobbat, és mi ezt exportáltuk híven egészen Kubától Ázsiáig. Amikor ezek az identitások csattannak, akkor kiderül, hogy az emberek nem tudják a jót és a rosszat kibékíteni, nem találják meg azt a talajt, ahonnan az én és a más képzete kisarjad, és nem találjuk meg azt a lényeget, amely minden lényben közös. Amikor ezt elfelejtjük, ekkor kezdjük el kiirtani egymást. Amikor a buddhizmus együttérzésről beszél, az nem a gyengeségnek a jele. Amikor nem dualisztikus bölcsességről beszél, akkor az nem a strukturális gondolkodás, vagy a formális logika hiánya. Hanem arról beszélünk, hogy mi az, ami bennünket inkább összeköt, semmit elválaszt, mi az, ami egy közös létstratégia lehet, és nem jóra és rosszra alapozott, rövid távú gondolkodás. Hogyha ragaszkodunk a rövid távú önző előnyökhöz, akkor hosszú távon mindent elveszítünk. És erre nagyon jó példa az elmúlt 16 év is, az azt megelőző 160, 1600, esetleg még több év is. Tehát hogyan dolgozunk a saját énképünkkel, identitástudatunkkal, az egyén szintjén, a család szintjén, a társadalom, a civilizáció és később az emberi faj szintjén. Ha ezt a kérdést megoldjuk, helyes választ adunk, akkor tovább tudunk létezni ezen a bolygón, mert a mennyiség emelkedésével együtt minőség emelkedés is jár. Ha a tudatunkat nem emeljük magasabb szintre, és állandóan ellentétekre, jóra és rosszra, őkre és mire, énre és másra bontjuk kibékíthetetlenül az életet, akkor előbb-utóbb elkezdjük a mennyiségünket csökkenteni. Erre a 20. századi háborúk nagyon jó és elrettentő példák.
Egy nagyon nagy gondolkodó mondta, teljesen mindegy, hogyha lesz harmadik világháború, akkor ezt milyen fegyverekkel vívják. Mert a negyediket biztos, hogy kőbaltákkal. Úgyhogy ezért kellene vigyázni arra, hogy azt a pszichofizikumot, amely testből, lélekből és tudatosságból vagy szellemiségből áll, milyen irányba küldjük. Tehát mi az életcélunk, mi a szándékunk, mi az irányvételünk, mi a motivációnk. És úgy tűnik, hogy ha szeretnénk megtalálni a megoldást, akkor először azt magunkban kellene keresni, és nem elvárni azt, hogy a külvilág azt szolgáltassa. A külvilág jelenleg nagyrészt dualisztikus nézeteket birtokló, szaporodó és túlélő stratégiákat szolgáltat a meghaladó bölcsesség helyett. Megkérdezhetnéd, ha ez így van, akkor miből keressen meg a kegyelmet holnap? Hogyan éljem túl a támadásokat? Mi legyen az, amit a gyerekeimnek hátrahagyok megfelelő gondolkodásmódként? Ezek a kérdések jogosak, fontosak, és találjuk meg együtt a választ rá. Hogyha magadba nézel, és találsz valamit, ami jón és rosszon túl van, ami itt és most jelen való, amely megkerüli az ikertornyoknak a romjait, és valahol meghaladja az életet és a halált, ezt vissza lehet ültetni a mindennapi életbe. Ezt lehet használni ahhoz, hogy tisztán láss, tisztán hajj, tisztán cselekedj, tisztán beszélj, és ehhez a nemes nyolcrétű ösvény egy nagyon jó keret, mint tudjuk, ez a negyedik a nemes igazságok közül. Nem csak most 7,6-7 milliárd ember idejében van szó a szenvedésre. 2500 évvel ezelőtt bőven 1 milliárd alatt voltunk. A Buddha már akkor rájött a szenvedés tényére, és így kimondta a négy nemes igazság közül az elsőt, hogy az életben van szenvedés. A szenvedés ténye az életben nyilvánvaló, a létesüléssel, azzal, hogy a lélek fölvette a testet, a szenvedés is megszületett. A boldogság lehetősége is, de a szenvedés itt azt jelenti, hogy mulandóak vagyunk, feltételhez kötöttek vagyunk, és az elvárásaink sem magunkkal, sem másokkal szemben nem teljesülnek. Közkeletűen az elvárások teljesíthetetlenségét tökéletlenségnek mondjuk. És nagyon-nagyon elkerülhetetlennek tűnik, hogy az élet ezen három alapjegyével ne legyünk tisztában viszonylag hamar. És akkor az érzékszervi kötöttség már egész másképp kezd el érvényesülni. Már másképp látod a test és lélek együttműködését. Már másképp állítod fel az életcélokat. Sikerül a barátok, szülők, egyéb családtagok, gyermekek között valami olyasféle konszenzust kialakítani, hogy inkább álljunk a realitás talaján, semmint illúzió tornyokat emeljünk, amelyek a szembenézés pillanatában leomlanak. Mire van tehát szükség? Egy olyasféle gyakorlatra, amely letisztítja a tudatot, amellyel kibírjuk az illúzióveszteséget. Azt a fajta implóziót, amely a lélekben akkor keletkezik, amikor kiderül, hogy az önkép nem igaz. Amit gondoltál magadról, és amit másoktól is szívesebben hallottál, az nincs úgy. Amikor kiderül, hogy elképesztően rövid az élet, nem tudod, hogy meddig tart, de amíg tart, addig küzdeni kell, és nem csak azért, mert Madách Imre ezt nagyon jól felismerte, hanem azért, mert más út nincs. Nincs olyan stabil állapot ebben a testben, amely sokáig külső erőfeszítés és belső energiaráfordítás nélkül megtartható. És a szenvedés oka az pont a hamis önkép és a hamis illúzió táplálása. Tehát amikor magamat és a világot helytelenül látom, akkor a szenvedés okát megteremtem. A harmadik nemes igazság nagyon fontos azért, mert az a szenvedésből kivezető út. Tehát van a szenvedésnek megszüntetése. Ezt a klasszikus buddhizmus nirvánának mondja, de a Mahayana már inkább a középúton járó megvilágosodott tudatról beszél. Mi a középút? A középút nem pusztán a
két kerékvető sor között a felező vonal. Szeretjük ezt így látni és így gondolni, hogy mértanilag belőttük a közepet, és akkor rendben van. Belül a lélekben hol van a középút? Hol van a szélsőségeket meghaladó, kiegyensúlyozott tudat? Ehhez kell valami olyan gyakorlat, amely például a reakcióidat egy picit láttatja. És ezért szabályozhatod saját magad, hogy hogy reagálj. Hogyan működj együtt. Nézd meg azt, hogy milyen elképesztő gyorsan elveszítjük a nem mozduló tiszta középpontunkat, kapsz egy pici fricskát, és atombombával akarsz válaszolni. Mert neked igazad van, és beléd gázoltak. Lehet, hogy igazad van, de kibe gázoltak bele? Eredeti tiszta természeted üres tér. Olyan, mint a tükör. Abba hogy lehet belegázolni? Az önképedben, amit felépítettél magadról, abba lehet. A személyiségedben abba is lehet. De hogyha tudsz nem ragaszkodó, nem azonosuló módon viselkedni, akkor ezt átengeded magadon, és nem tartasz felületet, nem táplálsz reakciót az impulzus felé. Ez a mindennapi életben úgy jelentkezik, hogy akár félelmet, akár haragot akarnak kelteni benned, nem mozdulsz ki. Ez egy olyan jelenlét, ami nem menekül és nem harcol. Ezáltal a saját karmáját is, és a más karmáját is látja és oldja, és a felszabaduló energiából mást teremt. Nagyon fontos, hogy a karma nem állandó és nem átalakíthatatlan. A karma múlandó, tehát lejár és egyszer megszűnik, de csak akkor, hogyha megszűnsz energiát tenni bele, és megszűnsz információt táplálni felé. Tehát, ha azonosulsz vele és megkötöd, akkor úgy tűnik, hogy szinte örökké tart. Ha leválasztod és nem azonosulsz vele, akkor hirtelen a turista felismerte a hátizsákját, lerakta maga elé, és ki és berakodja a cuccot. Amire szüksége van, azt megtartja, amire nincs szüksége, azt kirakja. Ezt pillanatról pillanatra a tudat képes megtenni. Milyen beszédre van szükség? Milyen cselekedetre van szükség? Milyen gondolatokra, érzelmekre van szükség ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott, világos, magam és mások számára egyaránt vihető életet éljek. Erre létezik válasz anélkül, hogy jóra vagy rosszra bontanánk szét magunkat, létezik válasz anélkül, hogy túlszaporodó, szinte parazita módon viselkedő emberiségé válnánk ezen a bolygón. Azt is látjuk, hogy jelenleg nem erre halad az emberiség többsége. Ezért óriási a felelősségünk, hogy mi egyénileg milyen döntést hozunk. Nagyon sokszor hallom azt, hogy az emberek úgy gondolják, hogy én csak egy vagyok a sok-sok milliárd közül. Mit számítok én? Nagyon-nagyon sokat. Rettenetesen sokat. Tehát ahhoz, hogy visszatérjünk a középútra, ahhoz a szélsőségekre szakadt dualisztikus tudatot meg kell tudnunk haladni. A zenben ez az a gyakorlat, amely a tantienre való fókusszal visszalép az egység állapotba, azaz túllép a dualisztikus gondolkodáson, és egyé válik az univerzummal. Ez az egység, ez felbecsülhetetlen értékű. Ebből látod a dualitások relativitását. Ebből látod a jó és rossz teremtett voltát. Ebből látod, hogy a karmádnak ura lehetsz, ha magad is ezt akarod. Milyen magasra építed a tornyaidat? Azért figyelj erre, mert a legmagasabbról lehet a legnagyobbat esni. Úgyhogy, ha valaki nagyon nagy büszkeséget, hatalmas, erős önképet hozott létre, akkor a válság pillanatában annál nagyobb a trauma, és annál nagyobbat zuhanunk lefele. Van-e kérdése bárkinek az elhangzottak a kapcsolatban? Bármilyen. Én értem, hogy tibeti barlanghatás érvényesül a Sandala központban.
ahol a nyugalom szamádiába merülve mindenki a tanítást a sejtjein keresztül szippantja be, és ezért a kérdező izmok ellazultak. Na de most! Tessék, ott egy pillanat, megkérlek, hogy fogadd el a mikrofont a kezedbe, az arcodat nem vesszük fel, de fogd meg az állványt, és magadhoz közel beszélj. Úgy. Elhangzott, hogy a korbát, ha nem adom bele eléget, akkor el tudjuk hagyni. Jó. Azt is hallottam korábban, hogy viszont karma, hogyha a csalon cselekedtem, és nem teszek ellen, akkor az halmozódik. És idővel akár több százszorosában nőre tud visszaadni. Ennek a kettőnek ellentmondást érzek, és nem tőled hangzott el, hanem ezt korábbi tanításokból hallottam. Eljesztettél már joghurtot? Igen. Oké. Mi történt, hogyha túl sokáig volt akár a hűtőben, akár hűtőn kívül? Miért romlott meg? Nem használtuk föl. Nem használtuk föl, és túl sok idő telt el, és elfeledkeztél róla. Hát vannak olyan karmák, amiket csak úgy elfeledünk, lenyomtuk a tudattalamba, és a tudattalamban erjed. És amikor egyszer csak kinyitod a hűtőszekrényt, akkor így... Tehát... Amikor a külső körülmény egyszer csak lehetővé teszi, hogy a belül elnyomott tudattartalom megjelenjen, akkor kamatos túljön vissza. Miért? Mert az azonosulást nem vettük ki belőle. A dualisztikus reakciót nem hámoztuk le róla. A működését, szanszkritul a tatváját nem ismertük meg. És ezért nem sajátítottuk el a darmáját, a törvényt, hogy hogyan lehet azt uralni, tehát a keletkezését, fenntartását és megszüntetését. Tehát a felejtés nem megoldás. Köszönöm. Pszichológusok is egyetértenek ezzel. Mert ugye azért kell lebányászni a tudattalamba, mert oda olyan dolgokat tettünk, amelyek erjednek, sőt, néha robbannak, és elképesztő energiát képviselnek. Az érzékszervhez kötött élet azt jelenti, hogy a lélek a testben van, és a szem, fül, orr, nyelv, test, értelem, érzelem segítségével kölcsönhat a környezettel. Jó esetben 5-10% a tudatos a személyiségnek. Én az 5-re szavazok a látvány alapján, és nem a tisztelt egybegyűltekre értem, hanem például, amikor az ember, az embertársaival úgy együtt létezik, akár a bevásárlóközpontban, a közlekedési eszközökön, vagy az utakon, és egyebek. Látod azt, hogy a jelenlét az kb. Annyit, hogy 5%-nyiban van ott. A 95 az valahol máshol van. És nagyjából a tudatfelszín alatti cucc azt akarja le a tiszta tükröt, és gátolja azt az éberséget, amely egyébként itt is lehetne, de még sincs. A zen nem a felső három csakrának a tartalmaival foglalkozik. Tehát nem a személyiségedet próbálja újra programozni, megmondani neked, hogy most gondold ezt, érezd ezt, mondd ezt, vagy tedd ezt. Ilyen direktívák vagy imperatívuszok nincsenek. A keletkezés helyére megy, ahol az alfa és az omega találkozik, ahol a jó és a rossz még nem vált el egymástól, és azért mutatok ide köldök tájékra, mert ahol az energia és tudat egyaránt tapasztalja ezt az egységállapotot, az bizony a tantien, a taoistáknál az alsó égető. Amikor ide fókuszál az ember, akkor minden gyakorlat, minden mantra, leborulás és meditáció a tudattalamba megy, és ott szépen sütfőz, takarít, archetipust pucol, stb. Stb. Pontosan azért, hogy a tudatos személyiség helyesen működjön. De nem analizál, nem programoz, nem csereberél különböző karmákat itt fölül, hanem megtisztítja a forrást. És hogyha a forrás tiszta, akkor a folyamány is tiszta. Ezért az ennél nagyon sokszor az emberek úgy számon kérik a gyümölcs oldalt, hogy hát akkor hova haladok én, és milyen gyorsan? Eredeti tudatod nem mozdul. Hova szeretnél menni? Ez a pillanat az egyetlen, amit elérhetsz. Ezen kívül mi kell?
Tehát ha megfordítjuk a lineáris idő illúzióját, ha megszüntetjük a ciklikus időkábrázatát, akkor nem marad más, mint ez a pont. És hogyha ebben a pontban a te tudatod jelen van, akkor a tiszta tükörszerű működése az összes karmát meg tudja tisztítani. Úgyhogy ezt javaslom. És akkor nem vész el a sok-sok kalória, meg a sok-sok kiló zsúl, jó? És akkor a karma is elkezd rendesen viselkedni. A karmának egyébként van négyféle állapota. Ehhez a zen kört szeretném felhasználni, mint hasonlatot. A nulla fok az, amikor teljesen minket ural a karma. Tehát megteremtettük azt a követ, amit nem bírunk felemelni, sőt magunkra is rántottuk, és alatta vagyunk, és ordítunk. Ez a nulla fok. Amikor elkezdünk kérdezni, hogy ugyan már ki csinálta ezt velem? 3 tonna szikla van rajtam, ki csinálta ezt velem? Akkor elkezdem tanulni, hogy végül is mit történt, és mit tettem én. És a 90 foknál tudom azt, hogy bizony ezt én csináltam. 91. foknál elkezdem lepakolni magamról a sziklát. De megtanultam, hogy hogyan. 180 foknál nincs szikla. Az összeset levettem, az utolsó kavicsig mindent. Ez az éntelenség, egótlanság, mindenféle dualizmus nélküli állapot. És a 181-nél látom, hogy mennyi kő van itt körülöttem, na hát, építsük már valamit belőle. És akkor elkezdem transformálni a karmát, és a 270 foknál van az, hogy kőműves mester, bármit megépít. Bármit. Tehát rájön, hogy magának már újra nem kérem, mert előbb-utóbb ráomlik megint. Tehát építsünk valami olyasmit, amit mindenki használhat, mondjuk utat. Én például nagyon szeretném, hogyha utat építenék, legalább innen a Pilisig, mert olyan kátyúk vannak, hogy te azt el nem lehet képzelni. 2 számjegyű utakon. Borzasztó. Tehát építsünk utat a kövekből. Meg aszfaltból is. És akkor a 270 foktól megy szépen a 360-ig, ami a bódhiszatva képzés. Már megtanulta transformálni a karmáját, de már nem magáért teszi, és ami építőanyag van, azt szépen beforgatja az univerzumba, és másokért cselekszik. Ez nem egy elszegényedési politika. Ez azt jelenti, hogy megforgatod az energiádat az univerzumban, amely pontosan annyit oszt vissza, amennyire szükséged van. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy elkezdesz önzetlenül tenni, van benne kockázat, mert ugye nyitott vagy, segítőkész vagy, és a többi. De hogyha a középutat megtartod, és nem mész el egyik szélsőségbe sem, hogy mindent nekem, vagy pedig semmit se nekem, ugye? Ez a két nagy szélsőség, akkor az univerzum működése egyszer csak egyensúlyba jön, és elkezdi visszaforgatni hozzád azt az erényt, amit a világba beletettél. Tehát a helyes gondolkodás, helyes érzelemformás, helyes beszéd, a helyes adás az elfogadással is és részesedéssel is járul. Pontosan akkor, amikor szükséged van rá. Ezt hívjuk alapvető szinkron élménynek. Tehát nem az, hogy rohansz valahova, és éppen zöld a lámpa, hú, de szerencsém van. És akkor piros volt, és kell 5 másodpercet várni, akkor nem. Tehát az alapvető szinkron élmény az, hogy például szirénázik a mentő, megy valahova, és így minden rendben van, mert tudom, hogy ezt ki fogom vágni a YouTube-ból. Tehát semmiféle veszteség nem ért, mert tudatosítottuk a sziréna hangot, és ezáltal mindenki egy cseppnyi humort beletett a térbe, és most visszatérünk ahhoz, amiről egyébként is szerettünk volna beszélni. Következő kérdés. Szívesen. Az előző alapján én azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e mondjuk a 90 fokra rögtön a 360-ra ugrani, vagy mindenféleképpen meg kell járnunk az előző fokokat? Félig főtt spagetti tettél már? Szerintem nem. Próbáld ki. Tehát maximum 1 perc, ott még az al-dentének híre hamva sincs. És akkor gyorsan, félig főtt bolonyai szószt rázuhantasz, ami nyers darabok még ott vannak, és hideg, még félig fagyott reszelt sajttal meghinted. Ízleni fog? Ezért érdemes végigjárni az útját a bolonyai spagetti készítésének. És akkor megfelelő ideig főzöd azt a durumból készült spagettit, ugye?
és megfelelő módon elkészített szósszal és gyönyörű ráolvasztott reszelt sajttal szolgálod föl másnak is. Nincs rövidebb út. Tehát az ember mindig okosabb és hatékonyabb szeretne lenni, és ezzel nyújtja meg a saját és mások szenvedését. Köszönöm. Szívesen. Tehát nincs jó és rossz. Miért nincs? Ott nincs. Hol? Amikor tehát a megvilágosodott tudat, amikor elérek, mondtad, akkor nincs jó és rossz. Akkor meghaladtuk éppen sikerült, igen. Éppen sikerült. Éppen sikerült. Az előadásod elején mutattad, hogy mi az, ami helyes út és helyes döntés. És amikor vagyunk egy élethelyzetben, akkor valójában bármilyen élethelyzetre rá lehet húzni azt a három kritériumot, amire azt mondtad, hogy helyes út és helyes döntés. Azért mondtam, hogy alkalmazható legyen minden élethelyzetben. Nem tévedtél, jól értetted. Bármilyen élethelyzetben alkalmazható, sőt, és bármilyen élethelyzetben félreérthető és félre alkalmazható. Így van. És a helyes döntés, vagy nem helyes döntés végeredménye, az visszajön, visszacsap rám. Így van, ahogy mondod. Az egyik simogat, a másik csap. Nem mindegy. Nem biztos, hogy a csapást nem simogatásnak élem meg. Vagy a simogatás, ami helyes döntés lenne, ismered mégsem a, az. Ismered a szadista és a mazohista közötti párbeszédet? Mondom, mert egy kicsit mind a kettő megvan benned. Azt mondja a mazohista, üss! Mire a szadista azt mondja, nem üt. Tehát nagyon világos, hogy az eredmény mutatja meg a karmának a kifutását. Akárhogy nevezett simogatásnak vagy ütésnek, ha hibáztál, akkor helytelenül ismerted fel ezt a hármat. Ha helyesen ismerted fel, akkor nem hibáztál, és nem teremtettél szenvedést. A szenvedés az nem az, amikor fáj. Injekciót kapsz, és érzéstelenítés van, és akkor nem fáj. Tehát mi az, ami a szenvedést újra termeli? Mi az, ami a szenvedést megszünteti? Mi az, ami a tudatot világosabb állapotba hozza? Mi az, ami a tudatot elsötétíti? Nagyon világos. Nagyon jól lehet tapasztalni. Úgyhogy egyszerűen, tisztán. És akkor mindig látható. Jó? De ha ezt a megtapasztalást nem ismerem fel, nem hallom meg az üzenetét, akkor meddig tud ez feszíteni? Egész addig, amíg fel nem ordítasz, addig. Az ember elképesztően meg tudja szokni a szenvedést és szenvedtetést, és be tudja zárni a tudatát, és amikor már elér egy bizonyos kritikus küszöböt, akkor felordít, hogy elég volt, és ezt nem akarom. Akkor van a változás. Tehát, ha abba hagyom a hegymászást, akkor azt jelenti, hogy már eleget szenvedtem a hegyen. Mondanál valami konkrétumot? Mert a hegy az nem szenvedtet. A hegy az tud szenvedtetni. Nem, te szenvedteted magadat a hegyen. A bal oldaladon ül az egyik legjobb túrázó itt a Szangában. Én mondja neked, hogy a hegyen, a völgyön, az ösvényen, az úton semmi szenvedés nincs. Boldogság se. Te érzed magadat valahogy. Te teszed az egészet valamilyenné. És hogyha ezt a mechanizmust nem látod, akkor olyanná teszed, amilyennél nem szeretnéd, csak azért, mert a szokásaidat követed. És az ebből való felébredésnek van egy küszöb értéke. Láttál-e alkoholista, szenvedélybeteg embert? Igen, természetesen. Nehéz. Olyat is láttál, aki kijött belőle? Hát a halál mindenkit megmenekít. Nem. Ez törölt. Nem. A szünet két fél idő között. Pedig vannak, akik ezt megtették. És ez az a fordított harangörbe, amikor az alján úgy döntött, hogy nem issza meg azzal a pohárral az utolsót, ami a testétől elválasztaná, hanem elkezd kijönni. Az elmondások szerint ebben az állapotban, hogy megiszom és meghalok, nem iszom meg és tovább élek, a tudat rendkívül tiszta.
Pedig addig azért pakoltam rá egy csomó mindent, és rettenetes fizikai és lelki állapotba jutott, de valami kitisztul az utolsó lehetőségnél, és van, aki megissza és meghal, és van, aki elkezd a harangörbén, a fordított harangörbén szépen fölfelé jönni, és aki az Alcoholics Anonymous, tehát anonim alkoholisták 12 lépéses kurzusát végigcsinálta, az szépen fokozatosan látja, hogy hogyan ment bele a környezet, a szociális hívás, utána a magán, utána a kemény, utána a zug, utána a folyamatos, utána a már nem jó, stb. Stb. És akkor elér egy olyan állapotot, ami már mindent elveszített, már csak a puszta élete van meg. És akkor van valami, ami átfordítja az egészet, és soha senki nem tudta megmondani, hogy ez micsoda. Csak valami történt. És akkor elindul szépen fölfelé. Ezek az emberek bódhiszatvák lettek azért, mert a szenvedélyen keresztül megismerték önmagukat. Nem önmaguk elpusztítására, hanem az önképük legyalulására használták ezt föl, mert abban a helyzetben hozhattak volna egy nagyon rossz döntést, és egy nagyon jó döntést is. Mi a jó? Amiből ugye felébredsz. Az a jó, amely segít a megvilágosodáshoz. Mi a rossz? Az, ami még nagyobb fedettséget ad, és még inkább elválaszt igazi önvalódtól. Úgyhogy ilyen szinten rendkívül egyszerű a dolog, ne bonyolítsuk túl. Egyéb kérdés, bárkitől? Nekem azzal kapcsolatban lenne a kérdésem, hogy a Fischerre dobott atomóba jelhozott egy ilyen hasonlat, hogy amikor ugye a tiszta tudatunkba nem tudnak belegázolni, de az általunk felépített önképbe igen, és nagyon is szokott reakcióként jönni az atombomba, és én sok ilyen élethelyzetet élek meg, hogy dobnám a bombát, és sokszor dobom is sajnos, és hogy ilyenkor hogy lehet, vagy mi az a technika, vagy módszer, vagy mit kéne tenni annak érdekében, hogy ne történjen meg sokszor ez a bombadobás. Átalakítod az atombombát atomerőművé. Ezt hívjuk a karma transformációjának. Ehhez kell a zen körön a 180 fokot elérni. Nincs mese. És a 180 fokon nincs karma, csak energia és tudatosság. Tehát csak nyersanyag van. És te ettől nem különbözöl. Ezért mondja a tanítás, hogy a lényeg szintjén minden jelenség ugyanaz, és ezért mondja a Szívszutra, hogy minden jelenségnek üresség a természete, és most nehogy az ürességet a semmivel azonosítsd, mert akkor az nagyon nagy hiba. Az üresség eredetileg a sunyata úgy szólt, hogy teli üresség, vagy üres teljesség. És így már egy kicsikét ki van egyensúlyozva a fogalom. Muszáj megtapasztalni azt, amikor a hasadó anyag, a lehetőségeid, még nem atombomba, és még nem atomerőmű, és te döntöd el, hogy mások szolgálatára, vagy mások kárára fogod a gondolataidat, érzelmeidet, cselekedeteidet, és beszédedet felhasználni. Ez irányvétel kérdése. Eldöntöd, hogy a személyiség 238-as urániából, és egy kis plutóniumból mit fogsz csinálni? Tehát milyen önképet akarsz fölépíteni, milyen világképet akarsz fölépíteni, milyen kapcsolatokat akarsz? És ezt mi meg tudjuk teremteni. És az Avatamsaka-szútra világosan kimondja, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Egyedül a tudat teremt. Nem szól bele senki. És semmi. Tehát mi a saját tudatunkkal teremtjük ezt a világot saját magunknak, egymásnak, és ezért ez a bolygó nem jó vagy rossz, hanem nagyon világos visszajelzést ad az egész Föld, hogy mi milyen tudattal élünk, mint emberek. Ezért is nagyon fontos az emberi testben való inkarnáció ezen a Földön. Elképesztően világos és kikerülhetetlen visszajelzést ad, hogy az ok és okozat hogyan működik. Ebben a testben, ezzel a lélekkel. Ez kikerülhetetlen. És akkor van helyes döntés. Akkor tudsz igazából érdemben változtatni. Az ember az élet során az önzetlensége meddig lehet el? Én azt hiszem, hogy ezt nagyon kihasználják. Tehát látják, hogy próbálunk segíteni, és akkor egyszerűen mindent hagynak, hogy csak csináljak én mindent az életemben. A munkahelyemen is így van. Tehát, hogy meddig mehetek el az önzetlenséggel? Addig, amíg nem használják ki.
akkor állj meg. De valahol sajnálom őket, mert látom, hogy nem tudásban vannak. És ezzel a példát próbálok nekik mutatni, hogy... Már önző is lettél. Igen, ezáltal egy példát mutatok. Mert te példát akarsz mutatni nekik, és sajnálod őket. Nem kell sajnálni őket. De látom, hogy szenvednek. Az más. Ők látják, hogy szenvednek? Nem látják. Akkor miért sajnálod őket? Hát azért látom, mert hogy... Miért nem ébreszted rá őket, hogy szenvednek, és ezáltal segítettél? Hiszen a keleti az mindig is tudja, hogy a másik felébreszthető, mert ő is képes rá saját maga. Hát akkor a legnagyobb segítség nem az, hogy felébresztem a másikat, vagy éppen segítek ráébredni neki? Tehát feneketlen vödörbe akármennyi vizet teszel, az úgyis kifolyik. Először be kéne fordozni. Ez a feltételhez kötött légy sajátja. Tehát figyeld meg, hogy milyen feltételek között tudsz jó segítséget, helyes segítséget nyújtani, mi módon tartja meg az illető az autonómiáját, de mégiscsak megreformálta az életét. Hogy tudsz segíteni neki úgy, hogy nem veszed át a felelősségét és a szabadságát? És itt már túl messzire is mentél. Tehát akadályozd meg azt, hogy a kis ujjadat nyújtod és leharapják az egész karodat. Te azt hiszed, hogy adsz nekik valamit, de valójában elveszel tőlük. A saját belátás, cselekvés és útonjárás lehetőségét. Sőt, erre nagyon is rászorítja a keleti vagy buddhista kultúra a gyakorlót, az egyént. És itt a csoportnak a normái, az etikája, a moralitása sziklaszilárd. Ha te nem teszel erőfeszítést, senki nem segít neked. Senki. Miért? Mert nem vagy rá méltó. Úgyhogy nehogy azt higgyük, hogy irgalmas szamaritánus és szuper szenvedő nagymama az, aki önzetlenül próbál meg segíteni a világon. Nem. Ez magas szintű bölcsességgel és együttérzéssel jár együtt, és senki helyett nem végzed el a házi feladatát. De kezébe adod a tollat, meg a ceruzát, meg a radit, hogy tessék dolgozni. Mert nem tudja, hogy hogyan, meg mivel. Jó? Egyben hangzott, hogy atombomba próbál, hogyha belegáz van az önnézetünkben. Szoktunk olyat. Igen, én is itt tapasztalom magamnál. A robbanó fejeket szeretjük rakétára illesztve, az a legjobb. Próbálom ezt kontrollálni, és régebben sokkal gyorsabban reagáltam, most viszont próbálom fölfedezni, azonosítani, mi történik, és utána viszont azon gyakorolnék, hogy ezt minél gyorsabban az azonosulástól ne azonosuljak vele, és hogy próbáljam tiszta szintre vinni a tudatomat, és ne füstölődjék rajta. Hogyan lehet ezt gyorsítani, ezt a tapasztalást? Hogy... Gyorsítani? Már megint? Urán centrifugából jönnek a kérdések, de 10 000 fordul percenként, és akkor gyorsítjuk, és akkor lesz belőle még erősebb, meg stb. Mit szeretné gyorsítani? Inkább azt, hogy ne tartson olyan soká, amíg feldolgozom az eseményt, hanem gyorsabban túl legyek rajta is. Nagy tudati tér, tisztánlátás, nagyon gyors realizáció. Szűk tudati tér, szennyezett tükör, hézagos, lassú és tökéletlen realizáció. Ezért kell gyakorolni. Minden karmának van pinkódja. Tessék megtalálni. Szívesen. Szeretném megkérdezni, hogy ezeket az atombombákat a jelen pillanat átélésével lehet tompítani? Tompítani nem tudod, hanem ki tudod venni a gyújtó szerkezetet belőle, és hogyha a pillanatot tisztán éled, akkor az egyéválás tapasztalattal jár, az egész biztos. Az egyéválás megszünteti azt a duális feszültséget, ami közted és a világ, közted és a másik ember között van. Ezt hívják szanszkritul szukkának, a harmonizált energiának. Szó szerint a szukka az azt jelenti, hogy van a kerék, és a kerékben benne van a tenge, és az agyban forog. Hogyha dukka van, akkor a kerék és a tenge elválasztatott egymástól, és a szekér szétesett. És ekkor áll be az a polaritás, ami hirtelen az ént leválasztja a világegyetemről, hirtelen megteremtődik a jó és a rossz, mert egy önkép ugye útját állta az egységtapasztalatnak,
És akkor benne hagytam a gyújtószerkezetet, ki is lőttem, robbanó fejek szétváltak, és be is csapódtak oda, ahova én akarom. Mert ott nekem van igazam, és csak is nekem. Nekem van jogom, és másnak nincs. És kibékíthetetlen az ellentét, ezért a másik felet eltörlöm. Mert én azt úgy akarom. Az már nem fordul meg a fejbe, hogy ez ciklikusan szépen visszajár. Eltöröltem valakit vagy valamit, és szépen visszakapom, ha 10 perc alatt akkor úgy, közlekedés, hogyha több élet alatt, akkor meg úgy. De amilyen hullámot elindítottam, az előbb-utóbb felületekről visszaverődik. Ha én vagyok a felület, akkor rólam fog visszaverődni. Vigyázzunk. Hát ha megteremtem a polaritásokat, akkor a polaritások elkezdenek összehúzni, és vagy harmonizálnak, vagy nem. Ha harmonizálnak, akkor mindenki inkluzíve benne van. Nincs mesterséges leválasztottság, de megkülönböztetés az van. Ítéletalkotás nincs. És ekkor a harmonizációval mindenki teheti a dolgát, mindenki együttműködhet, és megmarad az az önazonosság, ami relatív, és nem egy abszolútnak tekintett egófalattól maga előtt. Jó? És akkor ki tudtad venni a gyújtószerkezetet ebből az atombombának nevezett karmahalmazból, ami az önképed, és szépen be tudtuk tenni az atomerőműbe, és ez az, amikor az ember önzetlenül, de nem sebezhetően, vagy helytelen önfeláldozó módon cselekszik. Mi a helytelen önfeláldozás, hogy csak én? Ha igaz önfeláldozás, akkor mindenki is ugyanannyit tesz fel az oltárra. És akkor rendben van. Jó? Egyéb kérdés? Házi feladat témában szeretném megkérdezni, hogyha én már nem szeretnék más házi feladatámmal részt venni. Hogy tegyem ezt úgy, hogy abból ne legyen a tolódjonás. Hogy ne fájjon ez neki sem, meg nekem sem. Illetve hogy tegyem ezt? Meg kell szokni azt, hogy más házi feladatát nem tudod megoldani. Tehát segíthetsz a példák gyakorlásában, adhatsz írószert, radírt, füzetet és egyebet hozzá, de a feladatot csak ő végezheti el. Hogyan tudod ezt megtenni? Hogy a saját házi feladatodon dolgozol. Ebben elkerülhetetlenül megerősödsz. Ha belátod, hogy a tiédet csak te oldhatod meg, és ezt megteszed másokért, de nem mások helyett az övéket, nagy a különbség, akkor ezzel segítettél neki is, és magadnak is. De ha te a sajátoddal nem foglalkozol, és ezzel nem segítesz másoknak, akkor elgyengülsz. Honnan tudod? Sokkal érzékenyebben reagálsz mások véleményére. Tehát véleményfüggőek vagyunk, mert azt várjuk, hogy a másik hálás legyen azért, hogy mi helyette cselekedtünk. Gyermek van már? Nincs? Na majd az megtanítja ezt. Nagyon. Jó? Egyéb kérdés? Itt tessék. Ja, tudattal való munkáról beszélünk, és azt szeretném kérdezni, hogyha az elért eredmények azt hiszük már, hogy stabilak, és egyszer csak észreveszünk, hogy ezek egyáltalán nem stabilak, akkor újra próbáljuk stabilizálni, akkor megint arra gondolunk, hogy előrébb állunk, és akkor megint mondjuk úgy, hogy visszaesés következik, vagy felejtés következik, akkor milyen segítséget lehet kérni? Olyan gyönyörűen elmondtad azt a folyamatot, hogy az önminősítés által elveszítjük a gyakorlat energiáját. Mi lenne, hogyha megállítanánk ezt a negatív ciklust, méghozzá úgy, hogy nem minősítjük magunkat. Nem minősítjük a gyakorlatunkat, hanem pillanatról pillanatra tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, tisztán gondolkozz, tisztán beszélsz, tisztán cselekszed. Tehát mindig ebben a pillanatban vagy. De ha minősíted, akkor kizuhantál belőle 84 ezer mérföldes sebességgel. Miért? Mert megjelent az én. Hogy én előrébb vagyok. Hogy az én gyakorlatom stabil. Aki elég időt töltött a pályán, az tudja, hogy ezek az önminősítések azok, amit az egész úgy, ahogy van, implodál és leomlik és kész. Na most ezektől tartózkodjon. Ha érzed, hogy a tudat kimozdul és szeretne definiálni, analizálni,
körbejárni intellektuálisan és építeni valami virtuálisat, mert annyira szimpatikus a meta réteg, ugye, akkor ezt gyorsan állítsuk le. És térjünk vissza a primér tapasztaláshoz, egy, vagy a kreativitáshoz, ami még jobb. Tehát láttál te olyat, hogy mesteremberek, akik tényleg ott vannak a szakma csúcsán, ácsok, bognárok, szövőnők, hímzőasszonyok, tehát hogy túlgondolták volna? Nem, mert cselekszenek. Tehát aki túlságosan sok intellektuális struktúrát épít, az biztos, hogy nem elég kreatív. Tudod? Tehát tessék primér kreatív tevékenységbe investálni mindazt az energiát, amit önminősítésre fecsérlünk. És főleg a gyakorlat esetében elkezdesz gondolkodni a meditációról, kész, vége, viszontlátás. És akkor megint vissza kell térni a mantrához, a tantienhez, és a tibeti a vizualizációhoz, stb. Pontosan azért, hogy a tudatnak ezt a szabdaló tevékenységét, ezt megszüntest. A diszkurzív személygyártás. Ez a fajta tevékenység, amit most mondtam, nem az okozatiság látásának a megszüntetése. Az ember tisztán lát, de nem gondolja túl. Tapasztal, de nem fogalmazza túl. Artikulál, de nem szételemez. Jó? Van egy nagyon vékony középút, de az iszonyú jó ki van taposva, mert már nagyon sokan jártak így. Jó? Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor fogat mosok, akkor egyszerűen csak mosom a fogamat. Igen, de alul is, fölül is, tudod, így ilyen függőlegesen, ne csak így jobbra, bár a függőlegesen is kell ám. Metszőket, rágókat, kívül, belül. Nagyon fontos. Hát egy kicsit olyan röhelyes, hogy csak az ember így mossa a fogát, de azok a jó kis gondolatok, azok mindig jönnek. Tehát egy viccet félretéve, amikor mondjuk fogat... Használj fluormentes fogkrémet, akkor más lesz. Amikor főzök. Az lehet egy meditáció, hogyha csak... Legyen is, különben nem lesz jó az ize. Képzeld el, ha belefőzöd a karmádat. Az nem jó. Főzé gondolkodás nélkül. Mert hogy azt gondolom, hogy az esetek többségében ez így történik egyébként, amikor főzök. Az ok és okozat törvénye világos. Ez elképesztően fontos, mert aki ugye kezd kimenni az ikertornyok meghatározottságából, az azt gondolja, hogy jaj, hát én már annyira éntelen vagyok, ugye? Hogy rám már nem is érvényesek annyira a törvények, mert én már ugye a stratoszférai magasságokba emelkedtem. Ez egy olyan veszélyes öncsalás, amelyről nagyon sokat írtak különböző zenmesterek, és az ide vonatkozó kuant szeretném felolvasni mindenki boldogulására. Rókatest. Pajcsang zenmester akárhányszor dharma beszédet tartott, megjelent egy öreg, világi férfi, meghallgatta, és a végén a szerzetesekkel együtt távozott. Egy nap hátra maradt, ekkor a zenmester megkérdezte. Ki vagy? Nem vagyok emberi lény, válaszolta az öreg. Sok évszázaddal ezelőtt, Mahákássyapa idejében, ezen a hegyen voltam mester, és elkövettem egy hatalmas hibát. Akkor egy szerzetes megkérdezett. Érvényes-e az ok és okozat törvénye a megvilágosodott emberre? Erre én azt mondtam, hogy nem. Ezért a válaszomért 500-szor születtem újra rókatestben. Kérlek, mester, mondd ki erre a kérdésre azt a mondatot, amely megszabadít a rókatesttől. Az ok és okozat törvénye világos, felelte Pajcsang. Ezt hallva az öregember elérte a megvilágosodást, és így szólt. Már meg is szabadultam a rókatesttől, amely egy barlangban fekszik a hegy túloldalán. Kérlek, temessétek el a szerzeteseknek kijáró szertartás szerint. Pajcsang zenmester aznap délelőtt bejelentette, hogy délután egy halotti szertartást tartanak. A szerzetesek értetlenül álltak. Senki sem volt beteg, és haláleset sem történt. Ebéd után a mester oda vezette a gyülekezetet a barlanghoz, megtalálták a rókát, és a szertartás szerint elhamvasztották. Este Pajcsang elbeszélte az egész történetet az egybegyűlteknek. Huang Po azonnal megkérdezte. Ez az öregember egyetlen hibát vétett, és 500-szor született újra rókatestben. Mi történt volna, ha nem követi el ezt a hibát? Gyere ide, és elmondom, felelte Pajcsang. Ekkor Huang Po odament hozzá, és megütötte. A mester nevetett, megtapsolta, és így szólt.
Azt hittem, hogy a barbárnak vörös a szakálla, de most látom, hogy a barbár szakálla vörös. Kérdések. Nem érvényes az ok és okozat törvénye, valamint az ok és okozat törvénye világos. Ez a kettő azonos vagy különböző? Hogy szabadult meg az öregember a rókatesttől? Milyen testben lenne az öregember, ha nem követi el ezt a hibát? Miért ütötte meg Huang Po Pajcsangot? Mit jelent az, hogy most látom, hogy a barbár szakálla vörös? Sung San Zen mester kommentárja. Ennek az embernek három feje van és hét lába. Ki tudja uralni? Ha csak beszélsz hozzá, azzal nem fogod. Ha megtalálod a nyúl szarvát, akkor uralhatod. Segített a történet? Egészen őszinte legyen. Nagyon sok volt az információ. Ezzel kell újraolvasni. És én javaslom, hogy legyél egészen őszinte, mert hogyha most sikerül, akkor később is fog. Igazán. Nagyon jó. Tehát, nézd meg a történet lényegét, nézd újra a történet lényegét, és az ok és okozat törvénye világos. Belül is, kívül is. Az ember annyira azt hiszi, hogy rá más dharma érvényes, mint a többi emberre, vagy az összes többi érző lényre. Hogy ő egy picit azért más, mint a többi. Ez a mi beépített narcizmusunk, hogy egy kicsikét azért különbnek érezzük magunkat, ugye? És akkor ránk a mulandóság, a tökéletlenség és a feltételhez kötöttség nem annyira érvényes. Érvényes egy picikét kevésbé, mint a többire. Ők sokkal jobban benne vannak. Én azért nem annyira. Tehát amikor ez megjelenik, akkor megjelenik az a szenvedés, ami miatt, hogyha ezt felnagyítod, és az öreg sztoriára visszaemlékszel, félrevezeti az embereket. Ezért születik újra róka testben 500-szor. A róka, vagy rókadémon az ázsiai kultúrában az embereket félrevezető tanítást, vagy annak a hordozóját jelenti. Tehát azzal a ravassággal, ami az okosságból keletkezett, félrevezeti az embereket. És amikor ilyen történeteket olvasol, akkor meg kell látni azt a pontot, ahol az öreg tényleg elkövette a hibát, és azt a pontot is, ahol megszabadult tőle. Ezzel magadnak is, másoknak is segítesz. Jó? Egyéb kérdés? Kíváncsi vagyok, hogy ha meg kéne fogalmazod, hogy számodra mit jelent az Zen egy mondatban, mi lenne az? Honnan jön a kérdésed? Belőlem. Belőlem. Mondod így, hogy én belőlem. Ha angol lennél, azt mondhatnád, hogy from me. Hogyha koreai lennél, akkor azt mondhatnád, hogy iszaramezo. Hogyha más nyelven fogalmaznál, akkor is mondhatnál sok mindent. De mi az a közös forrás, ami nyelviségtől, fogalmiságtól függetlenül a kérdésed eredete? Ez az a lényege. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy a kreativitás az hatékony karma ölő? Nem. Hatékony karma teremtő. Helyes kreativitás, helyes karma. Nem mindegy, mit találsz föl. Kalasnyikovot vagy napelemet. Szintkörködsz a humorra a tanítás során. Mi a humor szerep? Sokféle, az egyik az, hogy a legfájdalmasabb dolgokról csak kellő humorral lehet beszélni, különben nem lehetne könnyebben elviselni. A humor az egy olyasféle tudatosan választott eszköz, amely kellően spontán és mindenféle előzetes koncepciót nélkülöz. És amikor a lélek megnyílik, mert tud nevetni a saját karmáján, akkor könnyebben föl is oldja. Tehát nagyon érdekes görbetűkör, egy olyasféle távolságteremtés, amely mégis közelebb hoz. És az azonosulás levételével mégis nagyon jól láttat. Tehát mi emberek kellőképpen irracionális lények vagyunk. Képesek vagyunk a logikára és a struktúrált gondolkodásra,
Ez körülbelül olyan, mint a halászháló a tengerhez képest. És a tengerben rengeteg irracionális, hatalmas, csápos, szájas, fogas szörnyeteg úszkál, és hogyha nem tudnánk kellő humorérzékkel tekinteni erre, akkor mindenképpen azt éreznék, hogy megesz minket a saját karmánk. És ez helytelen. Hát azzal, hogy bizonyos távolságot és nézőpontot fölveszel, azzal uralmi helyzetbe kerülhetsz. A hasonlatokkal rá lehet mutatni az egésznek a működésére. De a közvetlen tapasztalat mindig az egyéné, jelen esetben a kérdés feltevőjé. Mondhatni azt a darma szerkezetében a humor az olaj? Igen, így van. A karma homok szemeit ezzel az olajjal tudjuk egy kicsikét kivenni a fogaskerekek közül, mert állandóan csikorogna. Egyéb kérdés? Nem igazán szívesen szólok, mert először vagyok itt, de hogy mondjam, hogy már legalább 2 hónapja minden este a darma beszédein a YouTube-on alszom el, úgyhogy köszönöm. De remélem, nem álmodsz rosszat tőlük. Mert hidd, de én is elalszom rajtuk, de nem mindegy, hogy mit álmodunk. Igen, és nem mindegy, hogy én nem tudok egyébként elaludni, és ezért nagyon jót tesz nekem, hogy most már végre el tudok aludni. Tehát nyugalom, béke, nirvána, és akkor irány az álomvilág. Gyönyörű. Igen, hallgatlak. No, a humort visszafordítva, igazániból azt szeretném kérdezni, hogy a jelenlét közvetéről, hogyha mondanál valamit. A jelenlét miéről? Hát ezt most úgy mondom, mint laikusan itt elsőként megszólaló, a közérzet. A jelenlét közérzete. Van egy közérzetem a jelenlétben mondjuk, és engem folyamatosan kizökkent az, hogyha például meg kell szólalnom, beszélnem kell, vagy bármivel foglalatoskodnom kell. De én igazániból a jelenlét akkor számomra egy jó állapot, hogyha nem kell csinálnom semmit. Valami kolostori karmád lehet hallod. Mert ők szoktak így jelen lenni, hogy nem csinálnak semmit, de az nagyon jó érzés. Tehát próbáljuk meg a világi életnek a tevékenységeit is ráültetni erre a jelenlétre úgy, hogy az a jelenlét nem sérül. Tehát képzeld el, hogy beszélsz valakihez, és közben osztatlan, tiszta tudattal jelen vagy. Ez úgyhogy nagyon figyelünk arra, hogy a másik mit mond. Tehát a yin és a yang egyensúlyával lehet ezt a jelenlétet stabilizálni. Vagy tevékenység. Nem feledkezem bele a tevékenységbe, de 100%-ig megcsinálom. Nagyon fontos ez is. Ilyenkor nincs zavaró tényező. Ha a tiszta, térszerű tudatot megtartod, akkor akármi merül föl a térben, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, cselekszel és mondasz, nem fog kizökkenteni abból a jelenlétből, amely egyébként a gyakorlat sajátja. Honnan lehet ezt tudni? Ott állsz a peronon mondjuk egy mávállomáson. Sokáig. És akkor egyszer csak jön a vonat, és hirtelen tülköl egyet. Aki ott nincs jelen, az hirtelen összerezze, mert kap egy kis sokkot a mozdony hangjától. Aki jelen van, az regisztrálja, hogy ez egy éles dudaszó, és nem reagál rá különösebben. Hát milyen erős a center, milyen erős a nem mozduló tudat, milyen erős az osztatlan tudat. Ezen múlik az, hogy váratlan helyzetekben, váratlan ingerhatásokra hogyan reagálunk. A jelenlétnek nincs határa. És közérzete? Az van, az egy nagyon jó közérzet. Te, amikor jelen vagy, az jól esik. Az jól esik. Tehát továbbra is dolgozzunk a jelenléten. Egyre jobban fog esni. Jó. Tessék, van. Amikor körbenézek, és a világ elkezd egy illúzió repedezni, hogy repedjen tovább. Hasadjon szét. Az egész illuzórikus világkép nyugodtan hasadjon szét, és akkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, tisztán gondolkodsz, és a többi. Amíg illúzió van, addig megosztottság van, felesleges komplexitás van, az élet iszonyú bonyolultnak tűnik, a kapcsolatok nagy részt menedzselhetetlennek, megoldhatatlannak, mert elképesztően a jelenségekbe vagyunk belefeledkezve.
amikor a lényeg megvan, a jelenlét is megvan, a tisztánlátás is megvan, ehhez nyugodtan repedjenek szét az illúziók. És addig én? Addig te. Mi a te? Amikor éhes vagy, egyél. Amikor szomjas vagy, igyál. Amikor más éhes, adj neki enni. Amikor más szomjas, adj neki inni. Ez a teendő. Záró kérdésnek nem hinném, hogy jobbat hallhattunk volna. Megköszönöm mindenkinek a megtisztelő jelenlétet és figyelmet, Tibornak a nem szűnő lojalitást és meghívást. Szeretném azt, hogyha közösen gyakorolnánk továbbra is, akár itt, akár a templomban, közösen elérnénk a felébredést, és megszabadítanánk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!